Sziasztok! Szerintem az elmúlt napokban kismillió glamour napos videót és blogbejegyzést láttatok már, de most én is egy ilyen videóval jöttem nektek, ugyanis ma megmutatom nektek, hogy én miket vettem a glamour napokon. Igazából ez csak a dolgok egy része. Most a kozmetikumokat fogom nektek megmutatni, de ezen kívül vettem még ruhákat is, illetve Lilinek vettem könyveket, meg játékokat, illetve neki neten is rendeltem ruhákat, de azért csak a kozmetikumokat mutatom meg, mert hogy a többi dolog az már vagy használatban van, vagy a ruhák éppen mosásban, illetve Lili a játékait meg a könyveit már széthordta, tehát az egy élet lett volna, mire azokat én újra összeszedem és megkeresgélem, illetve amiket neki neten rendeltem ruhákat, azok még meg sem érkeztek, szóval azokat semmiképpen nem tudnám megmutatni, úgyhogy most azokat a kozmetikumokat fogom neked megmutatni, amiket a glamour napokon vettem, illetve még az előtte lévő hetekben is vettem egy-két dolgot, úgyhogy gondoltam azokat is beleteszem ebbe a videóba, mert már úgyis régen volt ilyen szerzeményes videó, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! Kezdjük akkor időrendi sorrendben, mutatom akkor először azokat a dolgokat, amiket még a glamour napok előtt vettem. Szerintem most már nagyjából mindenki tudja, hogy néhány Müller üzletben megjelentek a sleek állványok. Hogyha nem felejtem el, akkor az üzletlistát beteszem majd a videó alatti leírásba. És hát természetesen én is elmentem, hogy megnézzem és vettem is egy-két dolgot. Az egyik az az iDivine Vintage Romance paletta. Igazából nem úgy mentem oda a Müllerbe, hogy én most mindenképpen venni akarok valami sleek sminket, de amikor megláttam ezt a palettát, akkor eszembe jutott, hogy annó mennyire meg akartam venni, úgyhogy most szépen megvettem. Ilyen gyönyörűséges színek vannak benne, szerintem igazi őszi paletta, vannak benne ilyen aranyos, bronzos színek, bordós árnyalatok, illetve ilyen sötétebb kékes színek is, vegyesen matt, illetve fényes csillámos színek vannak benne, szóval nekem ez egy tökéletes összeállítás. Egyébként a blogom volt már néhány ilyen őszi termékről blogbejegyzés, és ott mutattam erről a palettáról szavacsot is, úgyhogy be fogom tenni a videó alá, és akkor ott meg tudjátok nézni. Én egyébként nagyon meg vagyok elégedve a sleek palettákkal, szerintem árérték arányban nagyon jók. Ezt, hogyha jól emlékszem, akkor 3200 forintba kerül, 12 árnyalat van benne, szerintem jól pigmentáltak, nekem semmi problémám nincs vele, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt megvettem. A másik, amit vettem, az a Sleek Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream, vagyis ez egy matt ajakrém. És ennek van egy kis sztoria is, mert hogy először nem ezt az árnyalatot vettem meg, ez egyébként a Bittersweet nevű árnyalat, hanem a Velvet Slippert, ami egy ennél sötétebb bordós árnyalat. Viszont az volt a problémám vele, hogy a tubusban világosabbnak tűnt, mint amilyen végül felkenve volt. És bár nagyon szép szín volt, de úgy éreztem, hogy én azt nem tudnám kihasználni, úgyhogy tovább passzoltam, és utána szépen elmentem és megvettem ezt a világosabb árnyalatot. Ez egyébként egy teljesen matra száradó ajakrém, tehát ennek semmilyen minimális fénye nincsen, ez mondhatni kopogós matra szárad, és brutálisan tartós. Amikor először felkentem róla a szvacsot a kezemre, akkor még másnap is látszódott a helye, mert nem tudtam rendesen lemosni. Ilyen nagyon szép, rózsaszínes, természetes árnyalat. Szóval tényleg nagyon szép, még egyelőre barátkozom ezzel a matt ajakrémmel, de hogyha valóban tényleg matt tartós ajakterméket keresek, akkor ezeket a Sleek Matte Me termékeket nagyon tudom ajánlani, hogyha jól emlékszem, akkor ennek 2000 forint az ára. Szintén a Müllerben vettem egy Revlon Lip Buttert, bármilyen furcsa is nekem, ilyenem még soha nem volt, én ezeket még nem próbáltam, pedig tudom, hogy régebben ennek óriási hype-ja volt a YouTube-on, és mindenki ezt vette és használta, de én csak most jutottam odáig, hogy kipróbáljam. Éppen akkor akciós volt, hogyha jól emlékszem, amikor vettem, és így körülbelül 2000 forintért jutottam hozzá. Ez a 0.95-ös Crème Brûlée árnyalat, ami egy ilyen visszafogott, barnás nude szín. Nem is tudom, hogy mennyire fog egyébként látszódni. Itt van, mert hogy ez egy színezett ajakbalzsam igazából, tehát ez nem egy rúzs, ez nem egy erősen pigmentált ajaktermék, hanem ennek az a lényege, hogy ápolja és hidratálja az ajakat, és ez egyébként valóban így van, és közben egy kicsi színt is ad, úgyhogy én ezt hétköznapokra előszeretettel használom. Idén még a glamour napok előtt a Nail-lennél vettem ezt a Sashweed Dry Fast Top Coat fedőlapot, amit én már elég régóta használok, és nagyon-nagyon szeretek, nekem ez az örök kedvenc fedőlapom.
hihetetlenül gyorsan szárad, gyönyörű fénye lesz tőle a körmöknek, szinte ilyen zselés manikűr hatása lesz, és én úgy vettem észre, hogy tartósabbak is tőle a körömlakok, bár ez igazából attól is függ, hogy milyen lakot használ alatta az ember, de én nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve, és az előző üveget azt már majdnem elhasználtam, úgyhogy itt volt az ideje egy utánpótlásnak. És akkor térjünk rá a glamour napos szerzeményekre, időrendi sorrendben fogok haladni. Ugye a DM-ben megint volt nulladik nap, ez ugye azt jelenti, hogy már szerdán be lehetett váltani a DM-es kuponokat, úgyhogy természetesen az én első utam is a DM-be vezetett. Ott ilyen nagyon izgi dolgokat nem vásároltam, igazából olyan dolgokat vettem újra, amiket már régóta használok és szeretek. Így például vettem a kedvenc Garnier micellás vizemből kettőt is. Ez ugye a 3-1-ben érzékeny bőrre való változat, én ezt imádom, szeretem, nagyon régóta használom, és mivel most a DM-ben 50%-os kupon volt rá, és több terméket is lehetett vele vásárolni, így természetesen betárasztam ebből a micellás vízből is. A következő termék is nagy kedvencem, és szerintem rengetegszer említettem már, ez a Garnier Essential Sensitive Nyugtató Tonic Vitaminnal, ezt is nagyon régóta használom, nagyon szeretem, ez a kedvenc tonikom, de tényleg, és hát az 50%-os kuponnal természetesen így nagyon kedvező ára juthattam hozzá, úgyhogy ebből is vettem kettőt. Vettem még egyet a Garnier 2-in-1 szempilla erősítő smink lemosóból is. Már egy ideje szemezgetek vele, hogy ki kéne próbálni, és gondoltam akkor így most féláron ez egy jó alkalom lehet. Azóta ezt már kipróbáltam, és megmondom őszintén, hogy nem rossz, de az a problémám vele, hogy elég sokat kell használni belőle. Láthatjátok, hogy már fogyott, összesen talán 2-3-szor használtam eddig, és ennek ellenére már egészen sok fogyott belőle, szóval szerintem nem túl gazdaságos ez a pici üveg, úgyhogy ezt el fogom használni, mert amúgy tényleg nem rossz, de valószínűleg nem fogom újra vásárolni, és maradok annál a verziónál, hogy micellás vízzel mosom le a szemsminkemet, nekem az tökéletesen bevált. Szintén a DM-ben vettem még Lilinek ezt a Schwarzkopf Schauma Baby sampon és tusfürdő, ez színezékmentes, parfümmentes és hajra és bőrre is használható. Ezt már viszonylag régóta használjuk Lilivel, persze vannak azért közben más termékek is, amiket ki szoktam próbálni, de ezt nagyon szeretem, és ha jól emlékszem, erre is 50%-os kupon volt, úgyhogy ebből is kettőt vettem. Egyetlen sminktermék, amit a DM-ben vásároltam, az a L'Oréal Paris Brow Artist Plumper a Medium per Dark árnyalatban. Ezt is láttátok már szerintem több videómban is. Ez egy ilyen kis szemöldök, színező, formázó. Nekem ez a kedvenc ilyen kis szemöldök formázón vagy színezőn, nem tudom ezt minek kéne igazából nevezni. Ez ugye egyrészt ad egy kis színt is a szemöldöknek, illetve feltölti és rögzíti, úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok vele, viszont teljes áron majdnem 4000 forintba kerül, ami azért kicsit húzós, úgyhogy az 50%-os L'Oréal kuponomat erre a termékre váltottam be. Az utolsó dolog, amit a DM-ben vettem, az picit kahuk tojás, mert hogy erre konkrétan nem volt kupon. Ez a Wilkinson Quattro for Women, ilyen három darabos eldobható borotva. Volt Wilkinson kupon, de az csak a készülékekre vonatkozott, tehát a nem eldobható borotvákra, és bár én megnéztem a kuponoknak a hátulját, ugye az apró betűs részt, hogy mire vonatkozik, de valahogy így nem vette be az agyam, hogy erre nem vonatkozik a kupon, úgyhogy ezt teljes áron vettem meg, azt hiszem 1700 forint volt, de végülis tök mindegy, kellett borotva, szóval ezt megvettem, nyilván jobb lett volna olcsóbban venni valamit kuponnal, de hát most így jártam. Érjünk át akkor csütörtökre, amikor is három helyen vásároltam, a Douglasban, a L'Occitane-ban, illetve a Rossmann-ban. A Douglasban két dolgot vásároltam, az egyik a Clinique Pep Start szemkörnyékápoló, amiről már rengeteg jót hallottam a csomagolását leszámítva, mert hogy erre a kis bogyóra, vagy nem tudom mire itt a krém elején erre elég sokan panaszkodtak, viszont azt mondták, hogy maga a krém az nagyon jó. Még nem próbáltam ki, mert hogy van még az előző szemkörnyékápolomból, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. És ez kuponnal, ugye 20%-os kupon volt rá, nagyjából olyan 6000 forintba került. A másik dolog, amit vettem a Douglasben, arra igazából nem volt kedvezmény, mert hogy csak meghatározott termékekre volt érvényes a glamour napos kupon, de azért megmutatom. Ez az OPI, vagy az OPI egyik körömlakja, mégpedig a Show Us Your Tips árnyalatban. Nem éppen egy őszi szín, de nekem nagyon megtetszett ez a kékes lilás árnyalat, meg ezek az apró csillámok benne. Ezt igazából még a Müllerben akartam megvenni néhány nappal ezelőtt, amikor volt ez az OPI körömlak akció, de azt mondták, hogy erre az árnyalatra nem érvényes a kedvezmény.
úgyhogy akkor ott hagytam, de a glamour napok alatt megvettem végül a Douglasben, és alig várom, hogy felkenjen, mert nagyon-nagyon tetszik ez a szín. Voltam a L'Occitane-ban is, ahol egyetlen egy dolgot vásároltam, mégpedig a peóniás börtökéletesítő arckrémet, amit szintén láthatatok már több videóban, ez az arckrém most számomra, egyszerűen isteni, imádom, gyönyörű a bőröm tőle, hidratált, puha, élettel teli, meg úgy egyszerűen valahogy szebb lett a bőrgépem, amióta ezt használom, viszont baromi drága. Tehát, hogy így nagyon drága, és a L'Occitane-ban olyan kupon volt, amit 10.000 forint feletti vásárlásnál lehetett beváltani, és 2500 forint kedvezményt kaptam így ennek a krémnek az árából, úgyhogy így azért jóval olcsóbb volt, de még azért így is húzos volt, de hát, ha valami jó, akkor arra hajlandó vagyok nagyobb összeget áldozni, és ez tényleg jó. Ja, és egyébként kaptam a vásárlásom mellé ugyanebből a peóniás termékcsaládból kettő ilyen kis szérum mintát, úgyhogy ezeket majd biztosan ki fogom próbálni. A Rossmannba is bementem, viszont ott nem kozmetikumot vásároltam, hanem gyertyát, ugyanis az Airwick termékekre 25% kedvezmény volt, és én már tavaly beleszerettem az Airwicknek a gyertyáiba, és ez, amit most vettem, ennek olyan illata van, hogy kész vagyok tőle teljesen. Ez a Life Sense Color and Fragrance Changing Candle, ez a hivatalos megnevezése, ez egy limitált széria, azt írják, és ez a Vanilla Bakery Treat nevezetű gyertya, aminek, úristen, lányok, tehát annyira szeretném, hogyha ezt megszagolhatnátok, hogyha valahol látjátok, szagoljátok meg, mert ennek annyira isteni finom illata van, igazából ilyen krémes, de lehet egy nagyon-nagyon enyhe kis gyümölcsillatot is érezni rajta, meg vaníliát is, szóval annyira finom sütillata van konkrétan, de ilyen nagyon-nagyon krémes, és vaníliás, és lekváros, és alig várom, hogy már meggyújtsam ezt a gyertyát. Azért szeretem, hogy az Airwick gyertyákat, ezt már tavaly kitapasztaltam, mert akkor is lehet érezni az illatukat, hogyha nem égetem. Tehát konkrétan meg se kell gyújtanom, és így leng körbe ez az isteni illat a lakásban. Nyilván, hogyha meggyújtom, akkor ezt még intenzívebben lehet érezni, de az a lényeg, hogy így sokáig tart, ami nagyon jó, mert hogy nem éppen olcsók ezek a gyertyák, ez például 2000 forint volt kupon nélkül, ugye én 25%-os kuponnal vettem, és ha már volt rá kupon, akkor vettem kettőt ebből az illatból, de szerintem ez ki fog tartani így egész télen, és úristen, alig várom, hogy meggyújtsam. Ha jól látom, már csak egy dolog maradt hátra, ez pedig a Clinique új Popnet rúzsa, amit igazság szerint a Douglasben akartam megvenni, de a Montparkban lévő Douglasban még nem voltak ott ezek a matt rúzsok, úgyhogy szombaton elmentem a Mamutban lévő ilyen Clinique standhoz, vagy szakvizlet, nem tudom minek hívják, és ott már szerencsére kint voltak, ugye ebből van ilyen sima rúzsverzió, illetve van folyékony rúzsverzió is, de én a sima rúzst választottam, mégpedig a 01-es Blushing Pop árnyalatban. Ez van egyébként most az ajkaimon is, és hihetetlenül jó ez a rúzs. Így néz egyébként ki a csomagolása, nagyon kis, egyszerű, de nagyszerű, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ez egy ilyen igazi, természetes árnyalat, egy kicsit rózsaszínes, barnás nude, nekem nagyon-nagyon tetszik, és annyira kényelmes viselet az alkakon, hogy el nem tudom mondani. Ugye ez egy matt rúzs, de nem az a nagyon brutálisan matt, tehát egy nagyon-nagyon enyhe fénye azért van, amit én egyáltalán nem várok. Nagyon krémes, siklik az alkakon, ahogy felviszem, egyáltalán nincs száraz vagy húzódó érzés, sőt, inkább azt mondanám, hogy hidratálja az ajkaimat. Szóval tényleg nagyon kényelmes viselet, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy megvettem ezt a rúzst. Igazából picit bánom, hogy nem vettem belőle több szint is, de nem tudtam, hogy milyen, is nem mertem elsőre többet is megvenni belőle, de nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Nem mondanám rá, hogy túlzottan tartós, de hogyha az ember csak iszik, akkor azért bírja órákon keresztül, de evésnél azért általában kopik, viszont szép egyenletesen kopik. Szóval tényleg csak jókat tudok mondani róla, ez kuponnal olyan 6000 forintba került, ami nem olcsó, de tényleg egy nagyon-nagyon szuper rúzs. Ezek lettek volna azok a kozmetikumok, amiket a glamour napokon, illetve előtte vásároltam. Ha van kedvetek, akkor osztátok meg velem kommentben, hogy ti miket vettetek a glamour napokon, vagy van esetleg olyan, amit ti is megvettetek ezek közül, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!